Befejeződött a gimnázium kiürítése, elszállították a bútorokat és eszközöket az új ideiglenes iskolaépületbe. A kivitelező hamarosan hozzákezd a gimnázium felújításának. Hamarosan jönnek a részletek, előtte azonban nézzék meg a többi hírünket röviden. Évzárom, a katolikus iskolában is megtartották az ünnepséget, három pedagógus nyugdíjba vonult. Mától maximum 50 liter benzint lehet tankolni 480 forintért a MOL kutakon. És tollaslabdatábor, idén három turnust indítanak a július elején kezdődőre, még lehet jelentkezni. Jó estét kívánok, június 24-én pénteken itt a Városi Televízió híradójában. A város pénzügyi helyzete jelenleg stabil, de aggodalomra ad okot, hogy augusztustól az önkormányzatok is piaci áron szerezhetik be az áramot és a gázt, ez pedig jelentős költségnövekedést fog okozni. Erről beszélt stúdiónkban dr. Csáki András, de a testület tegnapi ülésén született döntésekről is kérdeztük a polgármestert. A nyári szünet előtti utolsó testületi ülésen született döntésekről beszélt közérdekű című magazinunkban ma dr. Csáki András. A polgármester a döntések mellett azonban beszélt a város anyagi helyzetéről is. Erről ugyanis a testületnek is beszámolt a tegnapi ülésen. A pénzügyi helyzet stabil, nincs tartozás, nincs lejárt, kifizetetlen számla. Az intézmények működéséhez rendelkezésre állnak a források. Ám nagyon számít az önkormányzat az iparűzési adóhoz kapcsolódó kompenzációra. Tavaly ez 380 millió forint volt. Akkor az önkormányzat által készített kimutatás alapján kapta meg ezt az összeget Cegléd. Idén annyiban módosul, hogy nem mi számoljuk és közöljük, hanem központilag kérték le, és ez májusban meg is történt, az adóhatóságtól az adatokat, és ennek az alapján központilag számolják ki ezt a kompenzáció nagyságát. De mivel tavaly nem volt gond ezzel a 380 millióval, tehát nem mondták azt, hogy túlzó vagy nem túlzó, tényleg én kértem, hogy egy nagyon korrekt számítást végezzünk, ezért én feltételezem, hogy legalább ennyit kellene, hogy kapjon a város, de ha hozzáveszem azt, hogy ugye azt mondjuk, hogy a gazdaság a szágúd, ha csak 4-5%-os növekedést mondunk, akkor lényegében ennek az iparűzési adóban is jelentkeznie kell, tehát ennyivel növekednie kellene ennek a kompenzációnak. Várják az értesítést, a kompenzációt pedig az ősszel kellene, hogy megkapják az önkormányzatok. A város gazdasági helyzetét meghatározó aggasztó változásnak nevezte azonban a polgármester az energiaárak átszabását. Nyár végétől már nem részesülnek az önkormányzatok a kedvezményes áram- és gázdíjakból. Piaci ár lesz érvényben. Ez jelentős költségnövekedéssel fog járni, ami miatt várhatóan többször is módosítani kell majd a város költségvetését, mondta dr. Csáki András polgármester. A testületi döntések közül pedig arról is, úgynevezett résfolyók a kiépítését szavazták meg a Szent Imre Herceg utca, Páva utca kereszteződésében. Itt ugyanis a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék folyamatosan problémát okoz. Illetve, amit folyamatosan mondunk, a háztetőkről is tulajdonképpen a csapadék az utcára folyik ki. És itt egy ingatlant érinti, hogy akkor ott órákig áll a víz, és az autó forgalom fölcsapja a házfalára a vizet. Szakemberek javasolták azt, hogy egy résfolyókának a beépítésével talán mérsékelni lehet a problémát, mert egy pufferként szerepel, tehát ha gyorsabban nem is tud elfolyni, de kevesebb víz marad az utcán, és talán ez mérsékli az ezzel kapcsolatos problémákat. Arra városi szinten felkészülni, hogy a klímaváltozás miatt tapasztalható óriási mennyiségű csapadék kezelését meg tudják teljesen oldani, nem lehet. A lakosság türelmét kéri, ezzel együtt kell élnünk, mondta a polgármester. Dr. Csáki András stúdiónkban arról is beszélt, most nem tart lakossági tájékoztatót a kaszinóban. A fontosabb döntésekről Facebook oldalán beszámolt, és hallhatnak ezekről mai közérdekű című magazinunkban is a híradó után. Befejeződött a gimnázium kiürítése. A felújításra váró épületből az új ideiglenes iskolaépületbe szállítottak minden eszközt és bútort, így a 120 éves intézmény készen áll a felújításra és a modernizációra. Már csak a tanári szobában maradtak asztalok, ahol az utolsó értekezleteket tartják meg. A gimnázium utolsó bútor darabjait, eszközeit is elszállították abban a raktárban, ahol a következő két tanévig tartó felújítás során őrzik majd. A kiürült épületet napokon belül átadják a felújítást végző cégnek.
Az utóbbi hetekben a tanévzárása és az érettségi vizsgák lebonyolítása mellett a tanárok, az irodai és technikai dolgozók az összes oktatáshoz és működtetéshez szükséges eszközt, dokumentumot dobozokba és ládákba rakták. Ki kellett pakolni az iskola könyvtárát, kiüríteni minden szekrényt, elszállítani a kémia, fizika, vagy éppen a testneveléshez, énekoktatáshoz szükséges speciális eszközöket és hangszereket. Gulyás Zoltán igazgató elmondta, mindenkire nagy teher nehezedett az utolsó hónapban. Ahogy jöttetek erre a kis riportra, azon gondolkodtam, hogy mit fogok mondani. Nem olyan, mint egy süllyedő hajón a kapitány, természetesen, mert elhagyjuk az épületet, ami akármennyire is rossz, nagyon a szívünkhöz nőtt, hanem valami újnak a kezdete, azt hiszem, ez a mostani pillanat, hiszen nagyon szép és modern épületbe fogunk visszajönni. Tehát tudjuk, hogy miért dolgoztunk, miért kellett ezt csinálnunk, van bennünk egy ilyen kellemes várakozás is. Talán inkább az az érzés van bennem, hogy a jól végzett munka, nyugalma, nem öröme, de nyugalma, amivel most innen el fogok menni. Pakolás közben számos régi kincsre is rábukkantak, múlt század elejé dolgozatokra, idejét múlt eszközökre, szülőknek hagyományosan megírt levelekre, amelyet megőriznek a későbbi generációknak. Nagyon sok érdekes dolog, és főleg a pedagógiai munkánkhoz kapcsolódó dokumentumok. Egy régi dolgozat, egy szülőnek írt levél, ami mondjuk az én praktisomban már múltnak tekintendő, de nagyon régi eszközök, fizika szertár például, szerintem már Tűri Laci bácsi sem használta, úgyhogy arra rá is tettem a kezem, és teszem be majd, ha visszajövünk, az iskola történeti szobába. Tehát van sok ilyen emlékünk. Az iskola történeti szoba elsősorban a diákoknak készül, ahol felvehetik a régi gimis sapkát, kezükbe vehetik a hatástalanított Levente puskát, de kipróbálhatják a szalagos magnókat, vagy éppen a bakelit lemezjátszókat. Az igazgató úgy tervezi, egyes programok alkalmával a város előtt is megnyitják majd a szobát. Gulyás Zoltán hozzátette, az iskola honlapján augusztus 2. felében lesz elérhető a jelenleg is folyó egyeztetés eredménye arról, miként segítik a diákok gyors és biztonságos kijutását az átmeneti iskola épületbe. A honlapon kívül az intézmény minden kommunikációs csatornáján tájékoztatja majd a szülőket. A héten minden általános iskola lezárta a tanévet, tegnap a katolikus iskolában is átadták a bizonyítványt a gyerekeknek. Az ünnepségen nem csak a tanévet búcsúztatták, három pedagógustól is elköszönt az iskola közössége. Tegnap délután a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában is kiosztották a bizonyítványokat. Sági Anikó igazgató szerint ez a tanév is bővelkedett kihívásokban, de ahogy fogalmazott, több álma is megvalósulhatott idén, amelyből az egyik az iskola 60 fős gyermekkara. Másik nagy álmom a mosdó felújítás volt, aminek egy része megvalósult az A épületünkben. Biztonságosabbá tudtuk tenni az alsósok számára a játszóteret, megtörtént a gumilapok cseréje, és mind-mind támogatással, segítséggel. Egy újabb álom elkezdődött, egy kápolna építése lent a pincében, és reméljük, hogy még idén el fog készülni. És még sorolhatnám. A 70 ában lagó 8-os, az újak, akik majd jönnek, 80-an a kis elsősök, ezek mind-mind nagyon jót hoztak. Az igazgató elmondta, amellett, hogy a koronavírus még idén is nagy mértékben befolyásolta az évet, a gyerekeket a szomszédban zajló háború is nagyon megviselte. Hozzátette, az új tanév a szokott rendben indul majd három osztállyal. Magyar kultúra, természetbúvár és infókaland orientációjú tagozatok lesznek jövőre is. Emellett olyan újdonságokat, közösségépítő rendezvényeket szerveznek a diákoknak, amely előre viszi a 600 fős közösséget. Az elballagott diákokkal sem szakad meg az iskola kapcsolata, hiszen a fiatalok időről időre visszatérnek és felkeresik volt tanáraikat. Olyanok, mint a gólyák, megjelennek szeptemberben is elmondani, hogy milyen újat tapasztaltak az új helyen, és nagyon jó volt látni őket itt az utolsó hetekben, érettségi szünetben. Visszajöttek nosztalgiázni, és mesélnek, hogy milyen jó az új helyen, és rájönnek arra, hogy mi mindent köszönhetnek itt magyarból, matekból, és rájönnek arra, hogy igaz, hogy nagyon kemények voltak az órák, de ezt fel tudjuk használni középiskolában is. Nagyon jó őket látni, megszorongatni,
látogatni őket és beszélgetni velük. Az évzáró ünnepségen a legkiválóbb diákokat könyvvel és oklevéllel jutalmazták. Elbúcsúztak három pedagógustól is. 40 év tanítás után Motyovszki Tiborné Csilla néni, Szecseiné Túri Ibolya és Csipkó Magdolna nyugdíjba vonul. A közös ima után a frissen megalakult Durmol gyermekkal produkciója zárta az ünnepséget. Rövid időn belül két helyről is lopott egy férfi, aki először egy ceglédi patika öltözőszekrényéből pénzt, másnap egy italdiszkont raktárából egy karton bombont vitt el. A rendőrség keresi az egyelőre még ismeretlen tettest, akiről kamerafelvétel is készült. A képen látható férfit keresi a rendőrség. A felvételekből jól kivehető a vékony, felnyírt hajú fiatal férfi, aki június 10-én egy ceglédi patika öltöző szekrényéből pénzt, másnap egy italdiszkont raktárából egy karton bombont vitt el. A ceglédi rendőrkapitányság bűnögi osztálya kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 112-es központi segélyhívó számot. Maximum 50 litert lehet tankolni mától a MOL töltőállomásain 480 forintos hatósági áron. Ha valaki 50 liternél többet visz, már csak piaci áron tudja megvásárolni. Aki kannába vásárol benzint, az is csak piaci áron lehetséges. Üzemanyaghiány várható a nyáron, emiatt szigorította a tankolási szabályokon a MOL. Péntektől, azaz mától magyar rendszámú személyautóval maximum 50 litert lehet tankolni hatósági 480 forintos áron, üzemanyagkannába pedig kizárólag piaci áron lehet tölteni. Ha a jármű tartályába és kannába is tankolni szeretnénk, a kút kezelői azt javasolják, először fizessük ki az autóba töltött üzemanyagot, hiszen ha egybe szeretnénk rendezni a számlát, akkor a teljes mennyiséget piaci áron kell kifizetni. A szabályok betartását biztonsági kamerákon keresztül ellenőrzik. A magyar rendszámú, nagy tömegű, valamint mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségi limit nélkül hatósági áron vásárolhatnak, de a fizetésnél elkérik a jármű forgalmi engedélyét. A kormány jelenlegi döntése szerint az árstopp október 31-éig tart. Most hétvégén is nyitva lesznek a kormányablakok, szombaton és vasárnap kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyigazolvány, jogosítvány és útlevél cseréjét lehet intézni. Június 30-áig mindenképpen fel kell keresni valamely kormányablakot az érintetteknek, hiszen jövő hónap elejétől már nem lesznek érvényesek a járvány alatt lejárt okmányok. Ez lesz az utolsó hétvége, hogy rendkívüli nyitvatartással várják a kormányablakok azokat, akiknek a járványhelyzet alatt járt le valamely személyes okmányuk, és még nem újították meg. Cegléden a Városházánál, valamint a vasútállomásnál található kormányablak, és a Nagykörösi kormányablak is nyitva lesz szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között. Nem szükséges előzetes időpontfoglalás, a várakozással és ügyintézéssel együtt maximum egy óra alatt elintézhető az okmánycsere. Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az ügyfélkapunk keresztül online automatikusan is megoldható, ha a házi orvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni. A sportág megismertetése és megszerettetése a cél a tollas labdatáborban, de nem csak tollasozhatnak a diákok, rengeteg játék is várja őket a Mizsai úti csarnokban. Idén nyáron három turnust indítanak a szervezők, a július elején kezdődő táborban még van néhány szabad hely. Mozgalmasan, aktívan telik minden nap itt a Mizsai úti tollaslabda csarnokban. A termet most éppen táborozó diákok töltik meg. A gyerekek között vannak olyanok, akik még csak most ismerkednek ezzel a sportággal, és persze olyanok is, akik már rutinosabb játékosok. 4 hónapja tollasozok, és azért kezdtem el, mert láttam, van a szomszédunk, és tollasozik, és már jár meccsekre, és én ezért szerettem volna tollasozni, hogy én is gyakoroljam ezt a tollast. Nagyon megtetszett ez a sport.
mert apukámmal is szoktunk játszani, és tetszik, és apa mondta, hogy itt lehet táborba jönni, és mondtam neki, hogy jöhetek, hogy jöhetek, és nagyon tetszik. A tollaslabdával szinte mindenki találkozik, hiszen ezt akár otthon a kertben, vagy a strandon is lehet játszani. A tollaslabdát, mint sportágat és annak alapjait elismert edzőktől ismerhetik meg az 5 napos együttlét során a gyerekek. Célunk végül is itt ebben a táborban, hogy a gyerekekkel jobban megismertessük ezt a remek sportágat. Itt azért kapnak egy alapot a sport révén, itt a tollas révén, és hát az alapokat azért itt ebben a pár napban megpróbáljuk nekik megtanítani, bemutatni. Célunk az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, minél több ismeretet szerezzenek. De a tanulás mellett persze sok idő jut a játékra is. Nagyon sok játék van ebbe a táborba. Nagyon szeretek ide járni, és nagyon sok izgalmas dolog van. A szervezők rengeteg kreatív elfoglaltsággal készültek a gyerekeknek, amit persze a kicsik és nagyobbak is nagyon élveztek. Nagyon sokszínűvé próbáljuk tenni a táborokat. Gondolok itt például arra, hogy időközben termálvizes fürdőmedencét nyitottunk a gyerekeknek itt a csarnok mellett, amit tudnak használni. Táborházakat építettünk, így külsős táborozók is tudnak hozzánk jönni táborozni. Tervbe van véve még nagyon sok fejlesztés, a kültéri fejlesztés például a táborokhoz, hogy minél sokszínűbb legyen, erőléti edzésekhez is alkalmas legyen a létesítmény, de összességében azt kell mondanom, hogy a hobbi amatőr táborok a legjellemzőbbek itt nálunk. Ezekre általában ilyen 15 és 20 fő között jelentkeznek egy turnusra a gyerekek, ami azt kell, hogy mondjam, szerintem pont ideális, amivel még lehet bírni. A tollaslabdatábor programjainak összeállításában már nagy rutinjuk van a szervezőknek. Pontosan tudják, mik azok a játékok, amiket be kell iktatni, és milyen arányban kell megosztani a tollaslabdát és az egyéb elfoglaltságot. Szerencsére jó néhány diák van, aki a tábor során kap kedvet, hogy később rendszeresen tollasozzon. Én már 3. éve vezetem itt a tábort, a tollaslabdatábort, és olyan gyerekek, akik idejöttek először, és még ugye ismerkedtek ezzel a játékkal, hát most már itt vannak legalább 3 éve, tehát 3 éve, mióta megismerték ezt a játékot, visszajöttek ősszel, és azóta edzésszerűen űzik ezt a játékot most már. Idén nyáron 3 tollaslabdatábort szerveznek, az első éppen ma ért véget. Még van néhány szabad hely a július 4-én induló turnusra, ezért érdemes mielőbb jelentkezni a 6 és 15 év közötti diákoknak. Nem szabad etetni a vadkacsákat, hiszen nyáron egyébként is korlátlanul találnak a természetben maguknak élelmet. Erre hívja fel a figyelmet a Madártani Egyesület. A tavaknál és szabadtéri strandoknál minden évben gondot jelent a madarak etetése. Az emberek jó szándékkal teszik mindezt, de nagyon komoly károkat okoznak ezzel az állatoknak. Szemedgyönyörködtető a budai úti fürdőnél található tónál a vadkacsák látványa. Sokan enni is hoznak nekik, és bedobálják a vízbe a kenyérdarabokat, de van, aki péksüteménnyel vagy omlós kekszel kedveskedik az állatoknak. A vadkacsák persze azonnal odaúsznak az élelemért. Az emberek szeretetből, jó szándékból etetik az állatokat, de fontos tudni, hogy ez nem jó, sőt, nagyon káros cselekedet a madarakra nézve. Teljesen felesleges is etetni a vízi madarakat, hiszen az ő fő táplálékuk az első a szárazföldön legelhető fű és lágyszárúak tömege, ami ilyenkor rendelkezésre áll. Ott, ahol nem áll rendelkezésre, ott pedig semmi keresnivalója nincs a vízimadaraknak. Tehát a probléma az, hogy bármivel is etessük a vízimadarakat, az végzetes viselkedésváltozást, viselkedés torzítást eredményez náluk már néhány nap, de mindenképpen néhány hét alatt. A madarak az etetésükkel gyakorlatilag elkényelmesednek. Elveszik belőlük a téli túléléshez szükséges vonulási viselkedés, ami azt jelenti, hogy a hideg hónapokban képtelenek lesznek maguk élelmet keresni, sőt a legtöbb madár röpképtelenné is válik, ami aztán könnyen vezethet az állatok pusztulásához. A madarak etetése minden hazai tónál és szabadtéri strandnál probléma. A Magyar Természetvédelmi és Madártani Egyesület mindenkit arra kér, ne etessék az állatokat akkor sem, ha a vadkacsák hálásak és nyüzsögnek egy-egy odadobott falat után. Ez volt a hét utolsó híre, illetve felhívása itt a Városi Televízió híradójában. A folytatásban közérdekű magazinunkat láthatják, stúdiónk vendége dr. Csáki András polgármester lesz. Friss hírekkel pedig legközelebb, majd hétfőn este a szokott időben, este 6 órakor számítunk Önökre. Nagyon szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!